A tragikus hirtelenséggel 51 éves korában szombaton elhunyt Patrick Baumannra emlékezett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség főtitkára, a NOB tagja a Buenos Aires-i ifjúsági olimpia alatt kapott szívrohamot. A 2020-as lozanni téli ifjúsági olimpiára összeállított, előremutató koncepciója jelzi, miként keltette életre az olimpiai értékeket, és adta azokat tovább a következő generációnak, mondta a NOB elnöke. Patrick Baumann sokan a NOB leendő elnökének tartották. A megemlékezést azért rendezték egy kosárpályán, mert egyik nagy sikere volt, hogy a sportág 3x3-as változata bekerült a 2020-as Tokiói játékok programjába.